Sziasztok, ez itt a Magyarok Nyilai Civilization 6 végjátszás következő epizódja, és 5. azt hiszem, és onnan folytatjuk, a legutóbb abba hagytuk. Nagyon szépen köszönöm, megint csak kiemelem, hogy mennyi sokat kommenteltek, és mennyi sokat beszéltek arról, hogy hogy halad ez a run, mondhatjuk így. Én is annak kifejezetten örülök, hogy harmadszorra sikerült jól eltalálnom a városnak, hova rakjuk le. Amennyiben igaz, és minden igaz, amit mondtatok, hármat tud terjeszkedni egy város, tehát akkor itt lesz a határa majd Budának. Ami azt jelenti, hogy Miskolccal kicsit össze fog érni, de it's fine. Majd a következő tényleg tökéletes lesz, és emiatt se kell aggódni. Need more housing. Eger needs more housing. Bizony, mert elfelejtettem ide lerakni végül a cuclit, amit le kellett volna rakni. Úgyhogy e felül is teszünk majd, hogy ez rendben legyen. De most akkor nézzük a következő kört. A nem sokára hazaér a mi kis kereskedünk, úgyhogy azzal se kell tovább problémázni. Hogy most akkor vele mi lesz, vagyis hát némileg kell. Classical era ends in 2 turns. Ami azt jelenti, hogy nem fogjuk sajnos elérni az aranykort, de it's fine. Teljesen rendben van, most nem érjük el. Több is veszett Mohácsnál. Vagy mondjuk úgy, hogy több is veszett itt, a Szondorát sivatagban, ahol megölték az embereinket, és lemészárolták a legjobbjainkat. Ide kérek egy pestyört. Te hány actionod van még? 2. Az kevés. Ide kérek egy pestyört, meg ide majd egy stone dolgot. Viszont lehet, hogy akkor legyártam a következő buildert, sőt biztos. Meg is tettem, ugyanis még ide kell, majd egy stone cucc, és aztán pedig ide, sőt, kezdjük Egerben. Egerben jön az első, mert hogy ott kell ugye housing, meg whatnot. Bár lehet, hogy ugye az van, hogy igen, 7/8 a housing, tehát elvileg tud növekedni, meg mit tudom én. Jó, te megérkeztél a területünkre, akkor viszont te gyógyulni fogsz. Na most már mindenfajta információkat olvastam arról, hogy érdemes-e ezeket a diplópontokat gyűjtögetni, vagy nem érdemes. Maradjunk annyiban, hogy a görög végjátszásban már volt alkalmam használni őket. Ha megnézitek a streamet, a bögre streameken, World Enter the Medivere, yay! Akkor ott láthatjátok, hogy ott használtam, de nem igazán sikerült elérnem semmit vele, úgyhogy... annyira nem is bánom, hogyha nincs ebből túl sok nekem. Na, ide quarry kell, mert a quarry fogja kitermelni idézőjelben a követ. Right. És itt már megépítettem. Ez meg bánya? Sima bánya, igaz? Nem látom, igen, bánya. Jó, oké. Eltelt egy kis idő, míg sikült megtalálnom. Na, te viszont akkor zúzzál Egerbe. És odaépíts nekem egy akármisodát. Make dedication. Oké, mi legyen a dedicationünk? Kiderült már számomra, hogy a dedicationok azok ugyanazok minden egyes korban. Úgyhogy most... nem volt akkora szerencsénk ezzel a free inquiry-vel. Úgyhogy menjünk most kicsit arra, hogy mondjuk... bázis igaz, hogy districteket is fel fogunk húzni jelentősen. Nem, menjünk először most a... ezzel. Nem tudom. Ez ugye ugyanaz, mint ez, csak ez a technológia, ez meg a civikekre vonatkozik. Ez meg a... ez nem számít, mert mi nem mentünk rá így a vallási dolgokra. Mint education bonus, guarantee score, anytime construction, use specialty district. Ami elképzelhető, hogy lesz ebből, tehát fogunk specialty districteket építeni. Mert hogy most nincsen túl sok. És kellene, hogy legyen. És valószínű, hogy most fogunk építeni, mint a következő korokban, úgyhogy legyen most ezt, próbáljuk meg a Monumentality-t. Hát ezúttal szerencsésebben járunk, mint az előbb. És az, hogy elkerüljük a Dark Age-et, ahhoz azért 51-ig fel kell menni. Ami para. Choose Civic. Builder Encampment. Jó, akkor ezt lerakjuk még későbbre, meg ezt is, akkor legyen a Defensive Tactics. Bár hadat nem üzentek nekünk, és remélem, hogy nem is fognak egy hamar üzenni, de... ja. Mi szeretnénk? Plusz 2 production every city with a workshop, building and producing for the... oké, okay, vagy... ez mondjuk elég jó szinergálna azzal, hogy szeretnénk districteket építeni, úgyhogy legyen ez. De még úgyis messze. Nincs messze. 2 envoyunk van. Remek! Akkor most már gyorsan tudunk districteket építeni. És mi lettünk? Szuzeránok lettünk. Lovely! Kinek lettünk a szuzerányai? Ej? Buenos Airesnek?
Ja, és akkor elvileg tőlük tudunk levy military. Since I can pay 65 gold to take temporary control for its current military needs. Tehát 65 aranyért időlegesen átveszik az irányítás az összes egysége fölött. A következő körtől érvényes ez, és 30 körig a miénk. Ugye arról van szó, hogy köszönhetően a Mátyás képességének, onnantól kezdve ezt az egységet ingyen tudjuk képezni, azt hiszem, ingyen tudjuk feljavítani. Úgyhogy majd, hogyha valaki adat üzenne nekünk, vagy pedig mi akarunk adat üzenni, akkor ez egy egész jó taktikának tűnik. City States, ah, igen, oké, okay, ez megvan. És elég para, hogy vagyunk az elsők már, mint a többiekre nézve para, nekünk elég király. Közben pedig ugye továbbra is iszlám és kereszténység és az iszlám együtt küzd értünk. Welcome to the World Congress. The World Congress is now in session. Each world leader must vote in a proposal currently on the floor. Lássuk, mi a proposal. Urban Development Treaty. Vagy az van, hogy plusz 100% production towards building in this district, vagy pedig no buildings can be created in this district. Egyáltalán? Wow. Menjünk erre, mert nekünk így a districtek azok... Igen. A districtek azok így jól mennek, és amit szeretnénk, az az, hogy mondjuk a commercial hubban lehessen építeni cuccokat. Ok. Másik. Select an outcome for this. Duplicates of the... Na, ha ez nem lenne világos, az van, hogy választhatunk. Vagy azt támogatjuk, tehát két kérdés van, az egyik az urban development, a másik a luxury policy. És mind a kettőben vagy támogatjuk az egyiket, ami egy pozitívum, tehát egy pozitív dolog, valamit építünk, valamit előre hozzunk, értitek, erősítünk, vagy pedig ez, hogy valamit tiltunk. És hogyha arra mennénk, hogy tiltunk, tehát mondjuk mondhatom azt, hogy én azt szeretném, hogy a commercial hubban legyen... Oké, nem tudok még se szavazni valamiért. De akkor miért hagyja, hogy szavazzak? Na mindegy. Tehát én azt szeretném, hogy a commercial districtben legyen 100% production. De azra is szavazhatnék, hogy mondjuk az encampmentben meg ne lehessen építeni épületeket, értitek? Aztán a másik, amiben amúgy szavazni kell, annak ellenére nem tudok szavazni, ez kicsit fura nekem. Duplicates of the chosen luxury resource grant amenities, vagy chosen luxury resource grants no amenities. Azt szeretnénk, hogy adjon a banán, nem az nem számít annak. Akkor a... mink is van. Pearlünk van, az adjon. Jó, ez most nem tudom most miért kijelölni, mert azt mondja, hogy insufficient diplomatic favor, inexistent diplomatic favor, de azért kérőt szavazzunk. It's fine. Első van diplomatic... Yes, submit. Oké, okay, lássuk, mi lesz az eredménye. Átment az, hogy plusz 100% a holy site-okon, ok. A másik pedig átment, hogy az incense az nem ad senkinek pozitív, nem ad amenities-t. Az érdekes, nekünk azt hiszem nincsen incense-ünk. Úgyhogy ez minket annyira nem érint. Viszont elég nagy boostot kaptak most a Kanada is, meg Saladin is. Mert mind a kettő szerintem elég sok Holy District-tel rendelkezik. Felteszem. Choosy Search. És akkor most jön az engineering, és ezzel megépítjük majd, vagy megkapjuk az aquaduct lehetőségét. Erre mentem egy ideje. Nem tudom, kifejtettem az előző részben, de bekapcsoltam az a napszakok múlását. Azért van most éjszaka, és ez neked nagyon tetszik. Értem, hogy miért nem szeretik egyesek, de nekem nagyon, sajnálom, nekem nagyon tetszik. Úgyhogy így fogunk játszani vele. Van amúgy még két civilizáció, akikkel nem találkoztunk, közben kaptunk 200 iszlámot Miskolcban, ez para lesz. És írtátok is kommentben, hogy ez para lesz, de most már mit tudok vele kezdeni, vagy legközelebb okosabbak leszünk. És you are the first to own the only unit using a strategic resource. Ez az! Őni! A kardos egységem mindent megtett, és ez nem volt kevés. Ott itt megállsz. Te meg, most, hogy ott megépítetted azt, tedd meg kérlek, hogy... hazajössz, és ide is építesz még valamit. Egy másik bányát. Bár nem tudom, van értelme két. Azt hiszem, olvastam valami olyasmit, hogy nincs értelme két nyersanyagot, ugyanolyan nyersanyagot bányászni egy városhoz. De erről majd megírjátok a véleményeteket. És akkor ide, amit szeretnék, az egy market. Vagy egy harbor. Szerintem a harbor
az jó lenne. Van itt plusz egy arany mindenhol, nincs plusz két aranyos hely. Viszont nincsen az egyenlőre területünk, úgyhogy egyenlőre akkor maradjunk a marketnál. Vagy az amfiteátrum. Mire van szükségetek, népek? Housingra. Van némi szükségük. Hát egyik se ad. Menjünk rá a pénzre. Legyünk mi a pénzes emberek ebben a végjátszásban. Próbáljunk meg gazdagok lenni. Ha már nem lehet még a legcoolabb vallás a világon. Nem nagyon van ötletem, hogy melyik vallást szeretném. Lehet, hogy kicsit jobb lenne a kereszténység, már csak így a történelmi hagyományok miatt. De nem tudom, hogy melyik mit ad, őszintén szólva. És ide is most jött 200 iszlám. De ez csak azt érte el, hogy most így abszolút középre kerültünk. Mi van? Adnak 10 aranya, 10 ilyen izét, meg 3 aranyat, 30 körön át. Ezeket ilyen sokért. Nem! Jó, tudom, újra kellett volna tárgyalnom, de annyira felbosszantott ez az ajánlat, hogy eszembe se jutott újra tárgyalni. Hogyha ez itt fölösleges, írjátok meg, ez a második bánya, mert akkor majd fel fogjuk használni arra, hogy mondjuk egy másik disztriktet odaépítsünk. Én adok 16 izét, nem az... oké, tárgyaljuk újra. Ezt nem kapod meg. Nulla. Nem, kapsz egyet. És... azért ad ezeket. Most már pénzt kér. Nem. Akkor sajnálom. Nem. Nem pénzel, nem pénzek se kivel. Ez micsoda? Hey, Kanada! Kanada, beszédünk van. Az mi ott? Az mi? Itt unrest lesz amúgy. Hát Istennek. Remélem hat rá a mi kulturális fölényünk. Akkor Meskoszból kulturális város kell csinálni. Nem nagyon más választás. Azt hiszem. És akkor ez kész van, és lassan el kéne kezdeni gondolkodni a következő városunkon, ami talán ide jöhetne valahova. Ez még létezik. Ó, para. Akkor oda küldöm a kardos embert. Verje meg azt, aki szembe jön. És elküldjük vele az íjász embert. Téged felfejlesztelek? 20 vas kell hozzá. Ja, téged felfejlesztelek. És az íjászt pedig küldjük vele? Küldjük vele most úgy sem nagyon fenyeget senki. Amúgy el kéne kezdeni kiépíteni szerintem a hadseregünket. Annak ellenére, hogy nem fenyeget senki. Elég para, hogy ilyen kis mutatóban van csak hadseregünk. Mondjuk jobban vagyunk mindenkivel, tehát annyira azért nem gáz. De... ja. Oké, akkor ide, amit szeretnék... csak egy... hát nincs értelme, ahol is lehetett építeni. Az elején kellett volna. Inkább egy... kampuszt. Építsünk egy kampuszt. És van-e olyan, amelyik sok pluszt ad? A kampuszhoz ad-e sok kampuszt? Ide ad egy plusz egyeset, ami... hát nem a legerősebb. Mi van még? Encampment. Azt mondjuk akár lehetne is. Csak az meg sehol nem ad pluszt. Komolyan? Ja, nem. Tényleg nem. De ez nem is tud pluszt adni. Mert ez nem termel. Ok! Felfogtam. Viszont ehhez kéne nekünk egy új tile, ami nem jó semmire. Talán ez... vagy... ja, ez. Vagy inkább erre terjeszkedve. Erre meg talán ez, bár azért az stretch, hogy ez nem jó semmire. De Eger talán jó lesz olyan városnak, ahol ki lehet képezni ilyen cuccokat. Embereket, meg minden. Mert hogy mégis a közel van a határhoz, közel van Miskolchoz, it's fine. It's fine. És közben majd akarok venni egy settlert, ha lehet. Lehet, hogy túl drága. Most nem emlékszem, mint hogyha 440 lenne. De lehet, hogy 7 akármennyi. Na, megvan az akvadukt. Amire most jelenleg nincs szükségünk, de majd lesz nem sokára szükségünk. És a következő az legyen az apprenticeship. Ebből lesz plusz egy production a mine-okhoz. És ráadásul industrial zone. Ami elég király dolog. Szerintem legalábbis. Na, akvadukt, akvadukt, akvadukt. Ide. Abszolút ide fogom építeni az akvaduktot. Yes! Itt nem is figyeltem amúgy, hogy itt van-e hely. Valószínűleg Egernek nem lesz helye akvaduktot építeni, még nem lesz hova. Miskolcnak ide lesz. Egernek nem lesz. Eger nem fog tudni akvaduktot építeni, mert se hegy nincs a közelben, se folyó. Ezek közül kell valamelyik. Azt hiszem. Ahhoz, hogy meg lehessen építeni az akvaduktot. Úgyhogy kicsit para.
Majd meglátjuk, hogy mi lesz ott ennek a hatására. Mi fog történni. Valószínűleg népfelkelés. Lázadások. Hoppá, ott egy kardos ember. Te kardos ember. Nem kedveljük a fajdedet erre felé? Na, te ide jöttél, de jól tetted, hogy ide jötted. hogy ide jöttél. De most nincsen semmi munkám számodra, sajnos. Úgyhogy, wow. Katolicizmus, iszlám, hát nagyon jó. Nagyon adom. Három districts constructed of four possible. Van egy trading post is, nincsenek csodák. Ez elég para, hogy nincsenek csodák. Loyalty, rising, power, az még nem... Nem fontos. Nagyon tetszik amúgy az egész játéknak a kezelőfelülete. Szerintem sokkal jobb, mint az eddigiek, és úgy érzem, hogy sokkal mélyebb maga a játék is. Nem tudom, tényleg így van-e, de én így érzem. Sokkal mélyebb a játék. Sokkal több lehetőség van, mint hogyha az öt kicsit ilyen bare bones-nak érződik ehhez képest. Na! Ó. Most mi van? Mind a ketten ugyanúgy meghaltunk, vagy mi? Gyere ide, és innen tudsz majd lőni. Major victory, yes, please. És le tudjuk győzni teljesen? Úgy látom, hogy igen. It's fine. No! Miért maradsz életben? Annyira rossz, ez viszont nem tetszik. Egyszer rosszul jelzik ki ezt a dolgot, hogy mennyi élete fog megmaradni. Jó. Harborra nyilván nem lehet. De lehet... Ugye ide keresünk valamit. Aquaduct szerintem még korai megépíteni itt. Úgyhogy maradjunk a Monument-nél, méghozzá azért, mert az kultúrát ad. Azt mondtam, hogy egy kultúra város csinálunk belőle. Várjátok. De kéne Watermill is, mert az megad production-t. És a production-ból elég rosszul van ellátva ez a város. De amúgy majd előbb-utóbb ilyen Theater Square-t szeretnék lerakni ide. Úgyhogy most egyenlőre építsünk egy Watermill-t. Több mint, hogy meglátjuk. Fel kell boostolni a production-t, hogy kicsit haladjunk a dolgokkal. Itt miért lesz ilyen felhördülés? Mert rájöttek, hogy a magyarok a legkirályabbak? Én tudom. Megtámadt, szihetetlen. És leüt egy emberemet. Oh boy. Mennyit vesztettem? Egyet. That's fine. Viszont alig maradt életem, ez para. Nem baj, menj előre. Hát így szoktuk általában elveszteni ezeket az egységeket. De most próbáljuk meg eljutni ide. Vagy itt megállunk gyógyulni, csak nem akarom azt sem, hogy legyártson közben egy újabb barbárt. Álljunk meg így gyógyulni, és hát jön egy barbár, és le tudjuk lőni az íjainkkal. Hogy hangzik? Mert aztán pedig utána ide szeretnék majd valóban Tiszához egy újabb várost. Talán ide, hiszen van a közelben rizs, másik rizs, kő. Meg is jött. Defensive buildings. Ezeknek nincs szükségünk most, köszönöm. Tehát kő, rizs és cattle, amik szerintem még nincsen nekünk. Oké, te gyógyulj. 45 unit healed. És te pedig lőj. Hogy hangzik ez a feladat megosztás neked? Oké. Következő civic az a feudalizmus, abszolút módon. Totálisan. Ez majd nem sokára kap egy boostot az encampment miatt. Ez nem fog, de egyre nincs rá szükségünk szerintem, és ez pedig két kampusz, amit tervezek megépíteni. Úgyhogy ezért. Aztán ide, amit szeretnék, az talán megépült itt a cucc. És azt jelenti, most nagyon elvesztem a gondolataimban, először is kéne egy settler, amit pénzből fogunk venni. Ugye? 560? Ugye rossz az 560 aranyba kerül. Ebből esetleg nem, ebből tovább sem tudunk vásárolni. Kiváló. Miközben amúgy lehetne trade route-unk is, na majd azt is fogunk venni pénzből. Trade route. Hol van trade route? Trader 265. De ide építeni szeretnék, nem pénzből. És, amit szeretnék, az egy... Harbor,
Ide nem lehet harbort rakni? Jó, ezt már az előbb is megbeszéltük szerintem. Mikor lesz? 12 kör múlva lesz meg ez a tájol, akkor majd oda tudunk rakni egy harbort. Akkor legyen az, hogy amfiteátrumot. Oks. Oks. És a fennmaradó pénzemből pedig kéne vennem egy tradert. De hova küldeném ki azt a tradert? Miskolcban nem tudom, van-e már trading spot, trading post. Akkor ezt megnézni, no trading post exist. Miskolcban nincs, Egerben van, és Budán is van. És ezen túl pedig, ha minden igaz, akkor van a kis városkánkban is, itt. Buenos Airesben is van szerintem, de ezt most már meg nem mondom, hogy hol kell megnézni. Majd ti megmondjátok. Ezen túl pedig Hamiltonba jó lenne dobni majd egy tradert. Csak így for the fun. For fun purposes. Úgyhogy veszek is egy tradert. Tudom, most settlerre kéne a pénz, de a trader majd behozza, ne aggódjatok, behozza. Nagyon behozza. És most a governort kéne, vagy azt csináljuk, hogy őt promotáljuk, vagy azt csináljuk, hogy valakit kinevezünk, úgyhogy legyen, nevezzünk ki egy governort. Méghozzá egy... őt. Továbbra sem tudom, hogy kit érdemes, úgyhogy ő nyert. És őt elküldjük Miskolcra. Nem mondom, hogy maximálisan értem egyébként ezt az egész governor rendszert, de próbálkozom. Kaptunk 200 sintót is. Úgy küzdenek értünk, mindenki azt akar, hogy bennük ígyünk. Mikor lesz itt lázadás? Nem írja, pedig mintha valahogy írná. Itt, ott talán írja. Na, csak először nézzük meg a csatát. Nem halunk meg, de éppen, hogy nem halunk meg. Ugye megtűkölni vele. Hát elvileg azt mondja, hogy meg. De a valóságban meg nem műljük meg. Látjátok? Erről beszéltem. Heal. És te pedig menj Miskolcba. Tudom, hogy kapunk bele iszlámot, de egy a kutya. Szóval valahogy itt meg tudom nézni. Kanada... nem, sehol nem tudom megnézni, hogy miért, hogy mikor lesz itt lázadás. Vagy hogy mi ez a vörös ököl. De biztos nem jelent jót a kanadaiaknak. Nekünk viszont jelentett jót, tehát... teljesen nem vagyok vele. De menni támad Buenos Aires-t, mert akkor bajba leszünk. Mármint te leszel bajba. Te meg ne öld az egyetlen egységemet. Jó, és promóthatjuk, hál' Istennek, mert abból visszanyeri az erejét. És ezt szeretném. Legalábbis valamennyit visszanyer. Úgyhogy, ja. Te meg várj most picit. Claim Great Person. Great Merchant, hát ez várható volt. Mindenképpen szeretném rekrutálni, és kaptam a merkantilizmushoz egy kis boostot. Mit tud a Great Merchant csinálni? Gain 100 faith. Grants one free copy of the luxury source on this tile to your capital city. Aha! Bármelyik tile-ra elmehetek? Ha? Tehát azt mondom, hogy én mondjuk szeretném... attanod te, akkor azt megkapom? A fővárosomba? Nyilván olyat kell választani, ami nincs a közelben. Mondjuk ezt! Gyémántot! Menjünk oda és szerezzünk gyémántot, csak meg ne találják a... azért paraszt... barbárok. Majd vigyázzunk rá. Vagy valami ilyesmi. Még a Great Works-el se kezdtük átbeszélni, úgyhogy... lesz itt még meglepetés, meg érdekesség. Az a jó talán az egyik... kifejezetten jó dolog, amit a Civilization csinál, hogy folyamatosan hozza be az újabbnál újabb játékmechanikákat. Aha, ott van egy scout. Ahogy haladunk előre a korral, úgy értem. Most még az újkorban is lesz olyan játékmechanika, ami eddig nem volt jelen az egészben, és ez egy király. 42-51, hát nem állunk a legjobban, de dolgozunk rajta. Lehet hiba volt azt választani. Most kéne még 9 olyan cuccit építeni ahhoz, hogy elkerüljük a halált. És a pusztulást. Gyere ide, és onnan meg fogsz tudni lőni, igaz?
Jaj, nem téged akartalak ide küldeni. Ups, te menj vissza. Téged akartalak oda küldeni. Dang. Para. Pedig elértem, mindegy. Majd a következő körben oda megyünk. Lássuk, támad-e a Spearman. Az elvileg egy gyengébb egység, ha minden igaz. Mint a kardosom. De az is igaz. Hát mondjuk mind a kettő le van gyengülve, úgyhogy végül is itt ugyanúgy állunk, ha ezt nézzük. Jó, nem támadott. Akkor most nagyon figyelek, hogy az IS-szel lépjek. És innen nem fog tudni lőni. Valószínűleg azért nem. Mert... izébe léptem. Ilyen mocsárba. Akkor te gyógyulj. És veled pedig a következő körben tudunk majd elkezdeni bármit is csinálni. Gondolj, hogy Miskolc. Remek! Remek! A governorunk most már Miskolcban nagyon jól dolgozik. Nagyon jól. Mit akarsz? Adjak neked 20 lovat, azt érte 6 aranyat, meg 3 aranyat, 30 különet, meg így 10 ilyen dipló cuclit. Nem. Várj. Adok 5 lovat. Nem, hát akkor ez így nem fog menni. úgy látszik nem érdemes aggódozni a géppel, vagy csak én vagyok túlságosan greedy. És ha minden igaz, akkor hozzá fogunk jutni gyémántokhoz, és mindenki annyira rohadt boldog lesz, hogy madarat lehet vele fogadni. Hungry Emperor makes history. Many dispute the actual start of medieval, but you know it when Hungary discovered a apprenticeship. Yes! Ó, de jók vagyunk. Na, jók vagyunk. Na, Kolaeus. Kérlek, tedd a dolgod. Kapunk gyémántot, igaz? Igaz, hogy kapunk gyémántot? Ajánlom, hogy kapjunk. Hűha, itt most bajban leszünk. Jó, ezzel nagyon legyengítettük, viszont nem támadom meg, hanem... De, támadjuk meg. Hogyha respawnol még valakit, az nekünk annyiban jó, hogy legalább XP-t szerzünk, értitek? Szép. És a következő körben pedig bezsalunk oda. Choose research. Ez lesz, akvaduktos lesz, és kapunk belőle nitert, mint nyersanyagot, meg armorit. Ami jól fog jönni, hogyha elkészül végre valahára az encampment, right? Következő világkongresszus, még 15 kör is lesz, 40 pontunk. Nagyon-nagyon fel fogjuk használni. Mindent a magunk javára fordítunk, mindent. Nagyon jó lesz, csak győzzétek kivárni. Kicsit aggaszt a következő városunkkal kapcsolatban az, hogy itt ezek elég rossz földek szerintem. Mutasd csak. Yield. Hol van a yield? Map options-ben van a yield. Yep. Tehát ezek itt nevetségesek, de legalább valamit lehet rárakni. Tehát ha mondjuk ide raknánk, vagy ide raknánk a várost, akkor ugye megtermelni ezeket így. Amit lehet terjeszkedni ebbe az irányba, ahol van egy kis production, itt van production, erre is lehet terjeszkedni, így kiterjesztenénk a várost. Nagyjából ez a terv. Úgyhogy remélem jó lesz. Na és akkor most elfoglalhatjuk a barbár helyet, és ezért kaptunk is azt hiszem egy ilyen cuclit. Cool. És mivel nem nagyon láttuk már barbárokat sehol, ezért hazadzsalunk ezzel Miskolcba, a másikkal meg majd Budára. A következő production pedig... Hát akkor egy industrial zone-t én ledobnék, csak ledobnék. Nem tudom hány zónánk lehet jelenleg, írja-e, hogy hány zónánk lehet itt. Szerintem nem írja. Hanem be kell jönnünk ide, tehát négy districtünk lehet, és három már megvan. Ha most megépítem az industrialt, akkor nem fogok tudni építeni kikötőt. De végül is itt már van kikötő, ide nem feltétlenül kell kikötő, igaz? Az industrial viszont itt tök jól jönne. Ad valahol, ez egy plusz egy példa, ez egy plusz egyes mező, látjátok? Jó, ez meg plusz hármas, az megint más kérdés. Szerintem rakjuk ide, és cserébe ide építünk egy... farmot, azt, amit itt lerombolunk, azt a farmot.
De az, ja, de ott van búza is. Uf. Jó, az meg nem mindegy. Itt is van búza, az is plusz 3-as. Ide lehetne, ez akkor plusz 2-es lenne, ami jó, vagy ide. Itt talán még jobb. Plusz 2, és nem kell semmit lerombolni az, akkor legyen ide. És ezzel gyakorlatilag kész is van búza, azt hiszem, legalábbis egyelőre. Aztán, amit ide szeretnék, az pedig egy kampusz. Nem. Emlékszem, mit akarok? Theater. Theatert akarok. És ez nem kap sehol bónuszt, igaz? De. Csodából. Districtekből. Government plázából. És Pammelukkejéből. Egyikünk sincs. Úgyhogy én ledobom ezt ide, és majd jön már egy district valahova, mondjuk ide vagy ide. Hogyha majd úgy állunk. De mindenképpen kell a kultúra. Szerintem. Ups, megszereztük a csokit. Gyere csak, dude, dolgod van. Ki kell termelni a csokit. Nem ki kell termelni, kell építeni egy csoki gyárat rá. Oké. Okay. Srácok, ennyi volt ez a mai epizód, remélem tetszett. Haladunk, fejlődünk, építjük, szépítjük a világot. Meg volt az első világkongresszus is, és nem kettőnek nagyon keresztbe, úgyhogy én végül is boldog vagyok. Innen folytatjuk. Kicsit változik most a menetrend. Szerdán még jön a szokásos rész, viszont pénteken nem lesz, hanem csak szerda és vasárnap. Szerintem ez így elég lesz. Egyelőre legalábbis. Így nektek is kicsit több időtök marad, hogy megnézzétek, hogy esetleg nem volt időtök megnézni, mert van más dolgotok, és felteszem. Szóval, szerdán találkozunk, utána pedig vasárnap. Addig nézzétek szét a csatornán, van más egyéb kontent is, ami ugyanilyen jó, csak jobb. Köszi a figyelmet, sziasztok!